házigazda síolgárt sátránál már tűzforró volt a bográcsban készülő halászlé. A leány várból áradó kellemes illatok árulkodtak arról, hogy egy igazi gasztronómiai esemény zajlik a pincék előtt. 18. alkalommal rendezték meg a Sió menti országos halfőző versenyt. Rendszeresen visszatérő vendégek vannak itt. Most ha azt mondom, hogy 6-700 ember bizonyára összejön itt a leányvárba, ha nem is most délelőtt, de délután este felé biztosan. Nemhogy este, hanem már késő délelőtt is több százan sétáltak a pincék előtt, ahol mindenki meggyőződhetett arról, hogy ki milyen módszerrel, praktikával készíti halászlevét. Külön megcsináljuk az alaplevet, először utána pedig paprikát teszünk bele, és akkor legvégén a halat, és akkor leszűrve külön a halat, és külön a tésztát tálaljuk. Fába tüzelek, és akkor melegebb van, és akkor egy kis izzadság is esetleg hozzájárul a jó halászléhez. Én mindig azt szoktam mondani, a halászléba az elsődleges legfontosabb, hogy milyen minőségű hal, és utána ami legfontosabb, hogy milyen minőség a paprika. Az elkészült halászlevekkel sokan a versenyre is beneveztek. A zsűri több mint 30 mintát kóstolhatott végig. Természetesen a kulturális műsorok sem hiányozhattak. A bajaiak például színpadi szereplésük előtt a pincék között tartott rövid koncertjükkel szórakoztatták a megjelenteket, majd a nagy közönség is megcsodálhatta a zeneiskolások előadását a Leányvári Vigadalom című műsor keretében.